Tudomány napja ünnepség hagyományosan az elnökség bevonulásával kezdődött, majd a köszöntők után a kulturális műsor részeként Molnár Péter klarinét művész játékát hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Fridler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora mondott megnyitó beszédet. Mi a kapcsolata a tudománynak a mindennapi élettel és a mindennapi emberekkel? És ha ezt megvizsgáljuk, akkor rögtön egy nagy ellentmondást találunk. Hiszen egyik oldalról a tudomány eredményei sohasem voltak ennyire közel a hasznosításhoz és a mindennapi élethez, és talán sohasem voltak ilyen távol a mindennapi emberektől. Az egyetem fő feladata az oktatás, kutatás, innováció hármasát fenntartani. A Pannon Egyetem ezekben az élen jár, mert nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre és a felelősségvállalásra is. Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár beszédében elmondta, hogy ugyan a magyarság mindig is büszke volt tudósaira, magát a tudományt csak 2003 óta ünnepeljük. Nagyon sok ember még mindig úgy gondol a tudományra, mintha azt a maga elefántcsontjába elzárkózva, a valóságtól elszakadva létezne. Igaz, vannak és lehetnek is még ilyen tudósok ma is, azonban a tudomány már rég nem csak néhány kiváltságos ember privilégiuma. A felsőoktatás tömegesedésével és az újabb és újabb technológiai forradalmakkal egyre több ember tesz hozzá a tudomány eredményeihez, és gyakorlatilag már szinte minden ember haszonélvezője a tudományos eredményeknek. Beszéde végén az államtitkár még hozzátette, kutatni nem csak hasznos, hanem érdekes is. Forgo Gyula, Veszprém megyei jogú város polgármestere, a város és az egyetem különösen jó kapcsolatát emelte ki. A város fejlődése az egyetem további fejlesztésének igényét hozta magával. Az egyetem rohamos fejlődése ugyanakkor kedvezően hat Veszprém átalakulására, megújulására. Egy olyan kölcsönösen előnyös kapcsolatról van szó, melynek továbbfejlesztésében minden veszprémi érdekelt. Veszprém ma legalább annyira ismert egyeteméről, mint történelméről, kultúrájáról, mely egyedülálló a magyar városok sorában. Ezután díjak és elismerések átadása következett. A legmagasabb egyetemi tudományos elismerést, a Dr. Honoris Causa címet Dr. Gyulai József akadémikus vehette át tudományos és iskolateremtő munkássága elismeréseként. Dr. Kró Norbert professzort, a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tanácsadóját, a Pannon Egyetem honoris causa doktorát a szenátus a Pannon Egyetem díszpolgárává avatta. Professzor emeritus címet vett át Dr. Kovács Árpád professzor. Az ünnepség hagyományos része a PhD doktorok avatása. Idén 22 doktorandusnak adták át a tudományos fokozatot igazoló oklevelet. Az Országos Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva novemberben számos tudományos előadásra és konferenciára kerül sor a Pannon Egyetemen.